A székelyföldi legendárium már a mozgalommá fejlődött, amely korszerű megoldásokkal és kreatív ötletekkel lopja be a székely hagyományokat az ünnep és mindennapokba. Az idei nyár különösen mozgalmasra sikeredett, amilyen a legenda térkép olyan sokszínű volt. Az előző évekhez képest jóval több helyszínre eljutottak sajátos bemutatós tandjukkal, a meseszekérrel. Elkészült a legendárium meseszekere, amit Berzényre szobrászművész tervezett, és hát ezzel járunk a különböző rendezvényekre. Ez azért készült, hogy legyen egy picit más standunk, úgymond, ilyen kis pultunk. Gyerekek tudnak játszani a szekéren, aztán nagyon sok helyre meghívtak ezzel már. A legendáriumba a szó szoros értelmében is belekóstolhat bárki. Megjelent a legendás fagylalt, csomagolásán idegen kultúrák mesefigurái helyett székely monda hősökkel. Az üzletek polcain, itt Székelyföldön is, amerikai mesefigurák díszítik a csokoládékat, fagylaltokat, bekerült mellé a székely. Zete és Firtos a legendárium mozgóképes változatát hirdetik, mert a nagy cél továbbra is az a rajzfilmsorozat, amelyen a székelyföldi legendárium csapata folyamatosan dolgozik. Az eredménynek tökéletesnek kell lennie, a rajzfilmekkel nem csak a szórvány magyarságot, hanem az egész világot megszólítanák. A könyv, a térkép, a játék már azért nagyon, nagyon közismert lett, de ha rajzfilmmel be tudjuk járni a világot, és elérjük azt, hogy felfigyelnek arra, hogy itt valami történik Székelyföldön, és a rajzfilmen keresztül akár el akarnak ide majd jönni, akkor ez a térségnek itt jót tesz. Úgy, ahogy a fagylatra rákerültek a mesefigurák, úgy rá tudnak kerülni más termékekre. A székelyföldi legendárium ötlete Magyarországon is követőkre talált. Debrecenben megalakult az Alföldi Legendárium Cluster, amely a székelyföldi mintájára saját termékcsalád összeállításán dolgozik. Az együttműködés eredményeként az idei debreceni virágkarneválra közös virágkocsit indítottak. A Szent Anató mondáját bemutató alkotás a közönség szavazatai alapján első díjat nyert. Ismerem a legendáriumot, de nem olvastam, mert nekem nincs otthon. És? Nekem nem arról kell legendás. Nem tudom, mikor anya vesz, de nem tudom, hogy most lesz, vagy nem tudom, mikor lesz. Népszerű és gyakorlatilag nélkülözhetetlen, ez a székelyföldi legendárium könyv. Emellett van térkép, társasjáték, újabban pedig egy 61 rajzot tartalmazó színező is. Az ötletgazda egyelőre a mesterpéldányt mutatja a nulladikos kisdiákoknak. A nagy érdeklődés miatt laponként kell osztogatni. A gyerekek már ismernek nagyon sok legendát, de hogyha van egy színező, amit saját fantáziájuk szerint kiszínezhetnek, akkor még közelebb kerülnek ezekhez a történetekhez, és még maradandóbb lesz a történetek ismerete azokról a helyekről, amelyek igazából körülveszik őket. A legendák mellett a történelmi hitelesség is fontos. A legendárium csapata a Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeummal közösen állandó szabadtéri kiállítást rendezett a Székelytámadt várban, amely székely várakat, történelmi helyszíneket mutat be. Hozzásegítik az ilyen kis kiállítások is a fiatal közösséget, de a városlakosságot is ahhoz, hogy hiteles képeket formáljanak a körülöttünk levő történelmi objektumokról, várakról. Székelyföldön rengeteg ilyen objektum volt főként, és kisebb kiállításokkal, rekonstrukciós rajzokkal a legenda világán túlmenően is tárgyalni tudjuk ezeket a történeteket. A székelyföldi legendárium mára elérte azt, ami eddig csak nagyon keveseknek sikerült. Játszva, mesélve tartja életben a térség hagyományait, egyben hírt ad a világnak Székelyföldről.